Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma október 16-a van Gál névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei, először csak egy-egy mondatban. Ketten meghaltak egy háztűzben Magyarkanizsán. Napelemek épülnek Szerbiában nagy mennyiségben. Az ország célja a megújuló energiaforrások kihasználása, jelentette be a szerb államfő. Nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről a magyar kormány. 30 napja van Izraelnek, hogy javítson Gáza humanitárius ellátásán. Ellenkező esetben az Egyesült Államok csökkenti a fegyverszállítmányokat. Tragikus tűzeset történt ma reggel Magyarkanizsán, kigyulladt egy ház, a tűzoltók pedig két holttestet találtak. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a nyomozás még tart. Ebben a magyarkanizsai házban ütött ki a kora reggeli órákban a tűz. A tűzoltókat 6 óra 10 perckor értesítették. Az oltás után a tűzoltók két holttestet találtak. A ház egyes maradványai még most is füstölnek. Egy 52 éves férfi és egy 75 éves nő halt meg a tűzben, amely a Dubrovniki utcában keletkezett, egy nagyjából 50 négyzetméteres házban. A közelben lakók értesítették a rendőrséget, amikor meglátták a füstöt és a tüzet. A szomszédos épületek többsége ugyanakkor elhagyatott. Sokan a környékbeli utcákból sem hallottak vagy láttak semmit. Hát reggel 6 óra körül, amikor a férjem falkát ment munkába, akkor mondja, hogy itt ment a mentőautó szirénázva. Azt hittük, hogy valaki rosszul lett, de viszont a tűzoltókat nem hallottuk, hogy jöttek volna. Szerdán délelőtt a nyomozók, rendőrök és mentősök folyamatosan jelen voltak a helyszínen. Biztosították a területet és igyekezték felderíteni az eset körülményeit. A tűz pontos okát egyelőre nem erősítették meg. Nem hivatalos források szerint egy kályha okozhatta a bajt. Szerbia számára a naperőművek építése a leggyorsabb és legjobb módja annak, hogy biztosítsa az országnak a szükséges mennyiségű villamos energiát, és ezzel jelentős évi 120 millió eurós megtakarítást érhetnek el. Ezt Alexander Vučić mondta, miután aláírta a szerződést a Hyundai Engineering és a UGT cégek konzorciumának képviselőivel a napelemes erőművek építésére Szerbiában. A szerb államfő szerint az ország ezzel képes lesz a télen behozott villamosenergia mennyiségét helyettesíteni ezekkel az új kapacitásokkal abban az időszakban, amikor az áram a legdrágább. Vučić elmondta, hogy most jönnek majd a megbeszélések a projekt finanszírozásának módjáról, és hangsúlyozta, hogy szerinte december végéig meg lehet állapodni a pénzelés feltételeiről. A szerb elnök arra is rámutatott, hogy ez az áram Szerbiáé lesz. Ovo je struja koja pripada ovoj zemlji. Ovo je struja koja pripada građanima ove zemlje. I za nas je od presudnog značaja to što ćemo samo po jednoj računici za vreme trajanja projekta od 30 godina, dakle, moći da uštedimo po današnjim cenama negde oko 3,6 milijardi evra, to je 120 miliona evra godišnje. Mi mislimo da će to biti mnogo više jer će cena struje drastično da skače ne kod nas već u celom svetu zbog punjača za baterije za električna vozila, zbog veštačke inteligencije i zbog svega drugog. A kormány elfogadta a belgrádi metró építésére benyújtott hitelről szóló törvénytervezetet. Eszerint Szerbia több mint 178 millió eurós kölcsönt kapna a Deutsche Banktól. A hitel törlesztés ideje 13 év, ezen belül az ország 5,5 év türelmi időt is kapna. A törvényjavaslat indoklásában az is szerepel, hogy a belgrádi metró kiépítése magasabb rangra emelni a szerb fővárost, azzal, hogy gazdaságilag és technológiailag, valamint az infrastruktúra szempontjából is egy magasabb szintre kerülne. Emlékeztetnek arra is, hogy 2014. novemberében egyetértési nyilatkozatot írt alá a belgrádi metroépítésről Szerbia és Franciaország kormánya, valamint Belgrád városa. A hitelről szóló megállapodást a felek szeptember 20-án írták alá.
Több ezren vettek részt kedden annak a 19 embernek a búcsúztatásán, akik a 10 nappal ezelőtti boszniai áradásoknak és földcsuszamlásoknak estek áldozatul a dél-boszniai Jablanicában. Bosznia-Hercegovinát október 4-én érték el a heves zivatarok, amelyek a déli részeken több települést is elárasztottak. A földcsuszamlások utakat, hidakat és épületeket sodortak el, összesen 26 ember vesztette életét. A legnagyobb kár a dél-boszniai Jablanicát érte, ahol a lezúduló csapadék a közeli kő és kavics bányában felhalmozott törmeléket mosta rá a településre. A mentésben a szomszédos országok mellett az Európai Unió országai is segítettek. A károk felmérése még zajlik, Jablanica helyreállítása a helyiek szerint évekig fog tartani. Nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről. A magyar kormány jelentette be Gulyás Gergely magyar miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón. A magyar kormány keddi ülésén elfogadott egy 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet, amely a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására és a kis és közepes vállalkozások támogatására összpontosít. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a magyar választóknak joguk van véleményt formálni a gazdasági eszközökről. Hozzátette, az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják Brüsszelben egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el. Hangsúlyozta, a növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a brüsszeli diktátumokat, amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges. élelmiszercsomagot és 536 higiéniai csomagot osztanak ki a rászorulóknak 4 szabadkai helyi közösségben. Szabadkaváros önkormányzata Vöröskereszttel közösen az Élelmezési Világnap és a Szegénység elleni Küzdelem Világnapja keretében csomagosztási programot szervezett a szociálisan veszélyeztetett lakosok számára. A helyi önkormányzat összesen 80 millió dinárt különített el szociális védelemre. A csomagosztási akció 8 millió dinárból valósulhatott meg. Ezen felül 41,2 millió dinárt biztosítanak közkonyhák létesítésére, menedékhelyet biztosítanak a hajléktalanoknak, a téli időszakban tűzifát is osztanak a rászorulóknak, valamint egyszeri anyagi támogatást is kaphatnak a jövőben. Grad Subotica kao i sa nekim dodatnim aktivnostima koje se takođe tiču realizacije programa za pomoć socijalno ugroženim građanima i naknadama troškova u okviru socijalne zaštite čini sve da se posveti maksimalno promociji o održavanju onoga što je i najvažnije za sve nas, a to je borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Szabadkán évente 170 hirtelen szívleálláshoz riasztják a mentőszolgálatot. Az esetek mintegy 80%-a otthon történik, ezért fontos, hogy az éppen a közelben tartózkodó családtag azonnal kezdje meg az újraélesztést. Dr. Mihajla Budimski-Szoldat sürgősségi szakorvos szerint a mentőcsapat átlagosan 7 perc alatt ér a helyszínre, ami megfelel az európai átlagnak. Sajnos csak minden tizedik páciens éli túl a hirtelen szívleállást, mert az első 3 perc a kritikus, és amennyiben valaki időben megkezdeni a szívkompressziót, a túlélés esélye 2-szer vagy 3-szor nagyobb lenne, tette hozzá a Szabadkai Egészségház sajtószóvivője. A túlélés láncában az első karika tehát az a személy, aki éppen a bajba jutott mellett van. Október 16-a az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból az idén számos képzést szerveztek az érdekelt cégek dolgozói, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek részére, akikkel az életmentés alapjait ismertették, mondta el Szendi Zsolt. A Szabadkai Mentőszolgálat főtechnikusa kiemelte, hogy a Szvetozár Márkovics gimnáziumban ezen a héten 300 diák vett részt az újraélesztési tanfolyamon, de a többi tanintézményben is nagy az érdeklődés a szívkompresszió képzés iránt. Egy héttel ezelőtt a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény óvodásai tanulhattak meg fontos dolgokat a sürgősségi ellátásról, interaktív és kreatív módon.
az idejében próbálunk arra fókuszálni, hogy azokat a cégeket, akik ugye belátták ennek a lépésnek a jelentőségét, edukáljuk, illetve ugyanúgy edukáljuk az óvodásokat is, persze őneki megfelelő módon, őneki megfelelő szinten, itt ebben segít nekünk egy maci is az edukációban, és ugyanúgy az elem és a középiskolásokat is. Nagyon fontos ugye az, hogy valójában a gyerekek azok, akik a családban nagyon sok minden információt bevisznek, és fontos az, hogy ők is az ő tudásuknak mérten fölismerjék azt, hogy szívmegállásról van szó, és esetleg mit tudnak csinálni. A tartományi ombudsman gyermektanácsának képviselői tettek látogatást szerda délután a tartományi képviselőház épületében. A tanács tagjai a fiatalokat képviselik. Céljuk, hogy hangsúlyozzák a gyermekek jogait és érdekeit. A látogatása a vajdasági képviselőház nagy termének megtekintésével kezdődött, ahol a tartományi ombudsman dr. Dragana Ćorić, valamint helyettesei mutatták be a fiataloknak az épületet és a döntéshozások folyamatát. A gyerekek később találkozhattak Juhász Bálinttal, a tartományi képviselőház elnökével. Juhász Bálint hangsúlyozta a fiatalok véleményének fontosságát, és értékeli a fiatalok részvételét a közéleti diskurzusban. Goethe mondta azt, hogy a legnagyobb emberek mindig gyermekek maradnak. Ez figyelmeztet bennünket arra, hogy őrizzük meg a gyermeket a lelkünkben, illetve az érdeklődést, a gyermeki érdeklődést. Ez csak úgy lehetséges, hogyha folyamatosan kapcsolatba leszünk velük. Érdemes őket meghallgatni, érdemes a gyermeki jogok megvalósításába bevonni őket, csak közösen tehetünk együtt azért, az alapvető jogokért, a gyermekek boldogságáért, azért a törődésért, azért a biztonságos környezetért, amit minden gyermek megérdemel. A gyermektanács képviselői szerint fontos a kommunikáció az idősebb és a fiatalabb generációk között, annak érdekében, hogy a fiatalok problémái is meghallgatásra kerüljenek és megoldások születhessenek. Az eddiginél jóval élesebb hangnemben bírálta Washington izrael-gázai és beiruti terrorellenes fellépését. Az Egyesült Államok az amerikai fegyverszállítás csökkentésével is fenyegetett, ha Izrael nem javít Gáza humanitárius ellátásán 30 napon belül. Naim Qassem, a Hezbollah helyettes vezetője pedig figyelmeztette Izraelt, hogy fogadják el a tűzszünet ajánlatát, majd ezt követően a Hezbollah rakétákkal támadta meg Izraelt. Az izraeli hadsereg több tucat Libanonból indított lövedéket észlelt, de személyi sérülésekről nem számolt be. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök elutasította az egyoldalú tűzszünetet, míg Macron francia elnök figyelmeztette, hogy egy regionális konfliktus súlyos következményekkel járhat. Izrael állítása szerint a Libanonban végrehajtott rajtaütések során megölték a Hamász parancsnokát, és csapásokat mértek hezbollahi célpontokra a Libanonban, köztük Amatieh városi tanácsára, ahol a polgármester és más önkormányzati dolgozók is életüket vesztették. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Többszörös túljelentkezés van a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági programjára. A szerb labdarúgó válogatott vereséget szenvedett Spanyolországban. Ma is lesz közügyek. Bíró Tamara már a stúdióban van. Szia, mivel készültetek mára? Köszöntöm a nézőket, szia Móni! Mi is foglalkozunk a magyar-kanizsai tragikus kimenetelű tűzesettel. A téma kapcsán várom a stúdióba a Községi Tűzoltó Szövetség elnökét Magyar-Kanizsáról. A műsorban foglalkozunk a kísértékű lopásokkal, ügyvédet is kérdezünk ezzel kapcsolatban, majd az Európai Parlamentben zajló munkáról beszélgetek Vicsek Anna Máriával, vajdasági származású Fidesz-KDNP és EP képviselővel. Szólunk a második esély elnevezésű horgosi felnőtt képzésről, de a Tokkal vonóval ifjú népi vonósok Magyar Kanizsa és Szabadka községből címet viselő lemezbemutatóról is. A híradó után várom Önöket.
Köszönjük szépen! Többszörös túljelentkezés van a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági programjára. A diákok egy írásbeli és egy szóbeli teszten vettek részt, közülük kerülhetnek majd ki azok, akik az intézmény tagjai lehetnek. A Matthias Corvinus Kollégium központi megnyitása is a vajdasági magyar értelmiségi fiatalság szülőföldön való megtartását célozza meg. A képzésre sok fiatal jelentkezett vajdaság egész területéről. Azért szerettem volna bejelentkezni, mert ugye még nincs teljes képem, hogy mit szeretnék középiskola után csinálni, ezért gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség lehet arra, hogy beletekintsek több dologba is, mert hogy ugye engem nagyon régóta érdekel a biológia, de még nem sikerült ugye megtapasztalnom, hogy ez milyen, és azért gondoltam, hogy ha eljövök, akkor így nagyobb belátásom lesz rá. Valamint ugye a gyakorlati, úgymond a felvételnek a gyakorlati része, hát nem az volt, amire számítottam, azt hittem, hogy konkrét kérdések lesznek, de ahogy ez így megvolt, nagyon tetszett, és nagyon úgymond így megmozgatta a képességeinket. A Matthias Corvinus Kollégium központja Szabadka egyik patinás épületében kezdi meg a működését hamarosan. Itt magyar fiatalok számára biztosítják a térítésmentes tehetséggondozó képzéseket. Azok, akik felvételt nyernek a képzésre, minden hónapban egyszer részt vehetnek az úgynevezett KP szombat plenáris előadásain és workshopjain. Ezen felül rendszeresen tartanak majd klub délutánokat. Ezek mindig más témában lesznek megszervezve, különféle helyről érkeznek előadók ezekre a témákra, ami a legszimpatikusabb számukra, és ami nem ütközik más tevékenységükkel, arra fognak ugye eljönni. Itt is ugye egy, amit mondtam, hogy kötelező, de ugye ez azt jelenti, hogy fél évente 16 ilyen klubdélután szervezünk, akár az összes klubdélutánon is részt vehetnek, illetve ilyenkor nem csak ilyen hagyományos értelembe vett klubdélutánokat kell elképzelni, amik ugye majd az épületünkben fognak megvalósulni, hanem ilyenkor színházlátogatás, különféle közösségi programok is beleférnek így a látóterünkbe. És ezen túl még van az online része a képzésnek. Itt szintén egy online kurzus az, amit egy fél év alatt el kell, hogy végezzenek minimum, de jelenleg 11 kurzus közül tudnak választani. A felvételt nyert diákokat egy héten belül e-mailben értesítik a központ munkatársai. Szentmisével ünnepelte a hívő közösség a szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyház búcsúját. Az ünnepi szentmisét magyar és horvát nyelven Sztyepán Beretics plébánost celebrálta a szabadkai plébánosokkal közösen. Az ünnepi szentmise orgonaszóval és az egyházi méltóságok bevonulásával vette kezdetét. Nagy Szent Teréz, apáca, misztikus, a római katolikus egyház szentje és egyház tanítója volt a 16. században. 1622-ben szentté avatták, és 1970-ben 6. Pál pápasága idején a katolikus egyház tanítójává nyilvánították. A búcsú alkalmából a hívek szinte teljesen megtöltötték a székesegyház padsorait. Ünnepélyesebb is, meg fölött tudunk egy imába ajánlani a búcsú szentmisét a halottainké, vagy bárkié, aki imádkozunk ezen a napon. Sebestyén Teréz, hitoktató, már több mint 10 éve tanít és foglalkozik fiatalokkal. Az ilyen események számára mindig pozitív találkozások, sok tapasztalatot szerezhet, amelyek elmondása szerint nagyon építő jellegűek, mivel munkássága során a gyerekeknek is át tudja adni az így szerzett élményeket. Nagyon sok fiatalt ez megérint, és érdeklődnek, tehát rengeteg kérdése jönnek, ami miatt a saját tapasztalatomat kell továbbadni. Tehát vannak azok, amik ugye történelmileg vannak bizonyítva, de viszont a saját tapasztalataink rengeteget jelentenek. Szóval ők azt kérdezik. Tehát az a legfontosabb, hogy ön hogy éli meg, ön maga szerint ez mi? Miért fontos ez nekünk? Tudjuk, hogy az ő élet és írásai évszázados bölcsességet közvetítenek nekünk, Krisztus követőinek. Nagy Szent Teréz élete és munkássága a mai napig nagy hatással van a kereszténységre. Ő egyben Szabadka védőszentje is, és a város címerén is megtalálható.
a város címerében 1742-től van, még nem is volt szabad királyváros, már is Szent Teréz volt a város címerében. 1773 óta pedig ennek a plébániának a védőszentje, és azóta külön tiszteletet élvez. A Szabadka városa pedig fölemelte a főoltárt a gyönyörű képpel, Szent Terézzel, amit 1804-ben jött létre, tehát az az oltár most is látható, tehát a Szent Teréz azt hiszem, hogy egy legszebb amit lehet ábrázolni, ez a legszebb. A Szent Mise emelkedett hangulatban zajlott. A meghatottság átjárta a közösséget. A hívek szerint az ilyen események megerősítik az emberben azt, hogy miért is van szükségünk a hitre. Mi az, ami visz bennünket előre? Mibe tudunk kapaszkodni, és miből tudunk erőt meríteni? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Megnyitották a 13. Ex Libris kiállítást Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központban. Az Ex Libris kisméretű grafikai alkotás, melyet általában a könyvek kötéstáblájának belső oldalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv tulajdonosát jelöljék. A zöld szemmel pályázatra rengeteg alkotás érkezett a világ számos országából. A kiállítás a szakmai zsűri által kiválogatott nyertes művekből tevődik össze. A Green Ethics projekt keretében fontos szempont volt, hogy a képek tükrözzék a természet szépségét, valamint felhívják a figyelmet a fenntartható életmód fontosságára. Részt vettek az akadémiát befejezett művészek és a gyermekek. Ezért valami félképpen ez különös, mert nem nagyon szokták olyan kiáltásokat, rendezését vállalni, ahol mind a két kategóriában részt vettek. De mivel Szabadka már több ízben megrendezte úgy a felnőttek, mind a gyerekeknek az Ex Libris alkotásokból kiállítást, úgy gondoltam, hogy semmilyen akadálya nem lenne annak, hogy most ezen a 13. kiállításon egyszerre állítsanak ki a gyermekek és a művészek. Magyar Kanizsa önkormányzata 4 napos programsorozattal ünnepli a község napját október 17-e és 20-a között. Pénteken október 18-án a József Attila könyvtárban Domonkos Ádám történész tart majd előadást a civil társadalom viszonyai Ókanizsán a két világháború között címmel. Ezen a napon emlékeznek meg a dzsúdó mint sporták 50 éves fennállásáról is Magyar Kanizsán. A programsorozat szombaton, október 19-én folytatódik a 15. Csaba Ferenc nemzetközi birkózó emlékversennyel, ahol izgalmas mérkőzések várják az érdeklődőket, hiszen 15 országból érkeznek birkózók. Szombaton 16 órától pedig a Posta kertből helytörténeti sétán is részt vehetnek az érdeklődők. Vasárnap tartják az ünnepi műsort. Ezen a napon hagyományos program elemek zajlanak. A program és a műsor kezdetét veszi 12 óra 30 perckor a Városháza dísztermében, mégpedig az önkormányzat nyilvános elismeréseinek átadásával egy ünnepség keretében. Ezt az ünnepséget bárki a számítógépén is élőben tudja majd követni, hiszen Magyar Kanizsa önkormányzatának honlapján elérhetővé tesszük mindenki számára. Az elismeréseket idén a következő jeles személyeink kapják. Dr. Bimbo Mihály próúrbe érdeméremben részesül. Köszönő oklevelet kap Veszelinov Ibolya, Cseszko Károly és Radivoj Veszelinov, valamint Juventus próúrbe érdeméremben részesül Bognár Szabolcs. Folytatódik a zöld területek bővítése zent a községben. A Tornyosi Burányfa iskola közel 500 örök zöld és lombhullató facsemetét ajándékozott a zentai önkormányzatnak. A Tornyosi Faiskola adománya a községbeli oktatási intézmények, valamint a helyi kórház udvarát gazdagítja majd. Körülbelül 4-500 fa kerül így telepítésre, és onnan jött az ötlet, hogy hát az oktatás az mindenkinek ilyen szívügye, hogy fontos, hogy a gyerekek szép és élhető környezetben éljenek, és van egy olyan üzenete is, hogy fontos a környezetvédelem mindenkinek. A facsemeték kiosztását szerdán délelőtt kezdték meg. A Petőfi Sándor általános iskola adományát az önkormányzat elöljáróinak jelenlétében Gordán Kolos, az intézmény igazgatója vette át.
Burány László úr által indult meg. Ő keresett meg bennünket egy hónapja körülbelül, hogy szeretne felajánlani az Entei önkormányzat iskoláinak tujákat, és ennek az akciónak a végéhez értünk. Minden iskola leadta a saját szükséglete szerint, hogy hány tujára lenne szüksége, és örülünk neki, mivel hogy nagyjából ugyanazt a számot, ugyanannyi tuját kap minden iskola, és hát most a Petőfi Sándor iskolába jöttünk el, ahol ezeknek a tujáknak a kiosztására kerül sor. A facsemeték kiválasztásánál a fő szempont az volt, hogy a megváltozott éghajlati viszonyoknak ellenálló fajták, mint a szomorú eper és a vérszilvafa, valamint az örökzöld lonc kerüljenek földbe. Október 25-én adják át a Herceg János Irodalmi Díjat, az elismerést 17 órától a Zombori Vilicki Károly Városi Könyvtárban a Dunatáji Herceg János Nap elnevezésű rendezvény keretében adják át. Az idei díjazott Kovács Jolánka író, szerkesztő, műfordító, irodalomszervező. A bírálóbizottság tagjai dr. Schilling István, Bordás Győző, Elmoger Tíme voltak. A szerb labdarúgó válogatott vereséget szenvedett Spanyolországban az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulójában, Kordobában. A házigazdák már az ötödik percben megszerezték a vezetést. Aymeric Laporte fejjel talált a szerbek kapujába. A spanyolok komoly mezőnyfölényben játszottak, veszélyesebbek voltak, helyzeteket alakítottak ki. Predrag Rajkovic kapusnak többször kellett hárítania. Mindezek ellenére az első félidő végén maradt az egy gólos előny. A második játék részben kezezésért 11-est ítélt a bíró a spanyoloknak, amit nem sikerült gólra váltaniuk. Álvaro Morata hagyta ki a lehetőséget. A spanyol később javítani tudott, a 65. percben 2-0-ra növelte a hazaiak előnyét. A 77. percben újabb gólt szereztek a spanyolok, Alex Baena szabadrugásból talált a kapuba. A mérkőzés 3-0-val végződött. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Ketten meghaltak egy háztűzben Magyarkanizsán. Napelemek épülnek Szerbiában nagy mennyiségben. Az ország célja a megújuló energiaforrások kihasználása, jelentette be a szerb államfő. Nemzeti konzultációt indít az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről a magyar kormány. 30 napja van Izraelnek, hogy javítson Gáza humanitárius ellátásán. Ellenkező esetben az Egyesült Államok csökkenti a fegyverszállítmányokat. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!